Már zajlanak az átépítési munkálatok a járási hivatal Honvéd utca épületében. Július elején költöztek ki a hivatali dolgozók más-más telephelyekre a városba, hogy a több hónapos átépítési munka elkezdődhessen. Átépítése kerül a hivatal, illetve hát a keopos pályázat révén a nyílenzárók cseréje és a, a fűtés korszerűsítése fog megtörténni, de ezt a kollégám egészen pontosan el fogja mondani. Mi a költözésen túl vagyunk, átmentünk azokra a helyszínekre, amikkel az önök segítségével már tájékoztattuk a tisztelt ügyfeleket, így a hatósági osztályunkat átvittuk a, a Mátyás királykörút hadszámolá, a építési és örökségvédelmi osztályunk a Várkorút 22-24 szám alatt található meg, míg a gyámhivatali osztály a hivatalvezetői titkársággal együtt a hosszú sétatér egy szám alá költözött. Tehát túl vagyunk a költözésen, szerencsére az ügyfelek megtalálnak minket az új helyeken. Nem könnyű, mert ugye nyári kavalkád volt, szabadságon voltak az ügyfeleink is, de aztán előbb-utóbb most már megtaláltak minket, mind az állandó, mind pedig az egyszeri ügyfeleink is. Én úgy gondolom, hogy a hivatal kollégái bizalommal várják majd a visszaköltözést. Most egy kicsit az új helyen, egy ideiglenes új helyen megpróbálták kialakítani azt a komfortot, amit az ügyfeleink részére tudunk biztosítani de én úgy gondolom, hogy túl leszünk ezen a pár hónapon, és utána várjuk azt a pillanatot, amikor a négy és fél éves régi helyünkre, nevezetesen a Honvéd utca 8-ba vissza tudunk költözni. Nyári időszakban ugye azt említette, hogy az átállás az viszonylag gördülékenyen ment, meg az ügyfelek azért most már tudják, hogy hova kell egyelőre ideiglenes új címre. Mennyi, de a hivatali ügyintézés az mennyire bonyolultabb a nyári időszakban, vagy viszonylag kevesebb munka van így a nyári szabadságok miatt? Érzékelhetően kicsit kevesebb munka van, tehát a, a, talán az ügyfelek is inkább nyaralnak, pihennek, mint a ügyes-bajos dolgaikat rendezik, de természetesen ez nem igaz minden területre. Ugye előbb említettem a gyámhivatali területet, ott azok a problémák, amik a, a gyerekeket érintik, azok adhok jelentkeznek, és akkor ugyanolyan hatékonysággal gyorsan fellépünk, de azért van egy-két olyan ügytípus, ahol, ahol tényleg látjuk, hogy egy picit érződik ez a júliusi-augusztusi, egy-két hónapos kisebb, hát kevesebb leterhelés. Így szerencsére mi is el tudjuk engedni a kolléganőinket, kollégáinkat, szabadságra egy picit pihenjenek, azt kell, hogy mondjam, hogy hát ütemezve ugyan, és hát a korábbi munka munkatempó miatt jogosan egy kicsit pihenni kell nekik is. Ez a költözéses állapot, vagy ez az ideiglenes állapot, ez meddig áll majd fönt, mikorra költözhet vissza majd a hivatal az eredeti helyére, a Honvéd utcába? Információim szerint a következő év elejére készen állunk, készen lesz a, felújítás, és akkor tudunk majd visszaköltözni. Említettük az előbb, hogy a költözés zavartalon lefolyt, örülök, hogy ezt önök így látják, önök is így látják. Meg kell, hogy mondjam, nagyon jó gyakorlatunk van benne, hiszen pár évvel ezelőtt egy hasonló felújítás keretein belül a Koklászló utcai kormányablakot átköltöztettük mad akkor pont milyen érdekes az életok a pont ide a Honvéd utca környékére, a helyőrségi klub helyszínében, úgyhogy van már gyakorlata a kollégáinknak a költözésben, akkor is és most is zavartanul lefolyt. Remélem, hogy a visszaköltözés ugyanolyan jó lesz, és nem zsigerből csináljuk, hanem ugyanúgy átgondoltan osztályvezetőim vezetésével, mint ahogy ez idáig. Átépítést követően, tehát várhatóan a jövő év végére, mik azok a dolgok, amik most nyug segítik majd a munkát, vagy újdonságok lesznek, komfortosabbak lesznek a Homvéd utcában? Mindenképpen várom azt a nyilázárok cseréjétől, hogy a, a, nyári melegekben az, a, az az elviselhetetlen besugárzása a napnak az egy kicsit azért enyhébb lesz, így az ügyfelek is jobban fogják magukat érezni. De a fűtéskorszerűsítéstől pedig természetesen a téli időszakban egy költséghatékonyabb működést várok, hiszen azért nem mindegy, hogy az adófizetők pénzéből mennyiből tudunk fenntartani egy hivatalt, tehát az mindenképpen egy elég gyors megterülésre adhat És hát ő, nyilván azok a, a cserék pedig az egyéb hanghatások miatt, hiszen most már jóval komolyabb nyilázálók vannak a piacon, a háttérzajokat, illetve azt a kattogást, amit korábban az a szerkezet okozott a nyári melegben a dilatáció miatt, azt én nagyon remélem, hogy most majd az új elhagyja, és talán ezáltal is egy kicsit komfortosabbak lesznek az ügyfelek, hiszen nekünk az a fontos, hogy az ő véleményük mi. A Honvéd utca épület a környezeti és energiahatékonysági operatív program részeként szépülhet meg. A közel 40 éves épületben kicserélik a nyílászárókat újra szigetelik a falakat és napelemeket. Is szerelnek majd fel a tetőre. kormányhivatal 2016 tavaszán nyújtott be egy Kehop 522-es pályázati kérelmet. Kedvező elbírálást kapott a kormányhivatal, így július 22-én tudtunk támogatási szerződést találírni. Ez nem csak ezt az egy épületet tartalmazza, a kormányhivatalnak 14 épülete szerepel ebben a, ebben a projektben. Ezek egy része már megvalósult a tavalyi év december 15-ig, és ez az idei év egy következő nagy etap. Itt nagyobb épületeink is szerepelnek, például a piasztér 10-ben lévő munkaügyi kirendeltség, a József Attila utcában lévő társadalombiztosítási osztály. Illetve ez az egyik legnagyobb, a Honvéd utca 8 járási hivatal épületünk. Ez, ö, márciusban lettek készek a kiviteli tervei, volt egy közbeszerzése, és ö, június 27-én tudtunk táma, ö, vállalkozási szerződést aláírni, és ö, ezt követően két héttel később megkezdődtek a munkálatok, átadtuk a munkaterületet. A, projekt alapvetően ez egy energia, energiahatékonysági felújítás, így a Hát most már lassan 40 éves épületnek a teljes nyílászáró állománya le lesz cserélve. Az épületnek egy jellegzetes látképe ez a régi bronzszínű ö, függönyfal, ami egy nagyon korszerű szerkezetre, három rétegű szerkezetre kerül kicserélésre. lesz a lapos tetős részen egy 15 kW teljesítményű napelemes rendszer, illetve hő- és füstelvezetési rendszer, tartalékvilágítások, menekülési útirányt jelző rendszerek, és, és az összes falszerkezetnek a hőszigetelése került a projektbe végül. Összegszerűen azt meg tudjuk-e mondani, hogy mennyibe kerül majd ez az átépítés, illetve hogy mikorra készülhet el, ugye itt ezt már részint érintettük, de van-e valami céldátum? Az összköltsége 309 millió forint bruttó költség, ebből 108 millió forint kehopos forrásként került hozzánk, a miniszterelnökség 155 millió forinttal támogatta a járási hivatalnak a felújítását, és mint egy másik megrendelő Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzata is bekörült a projektbe. Mivel egy részét ők használják az épületnek, ők 35 millió forinttal támogatják a beruházást. Amennyiben elkészül most ez az átépítés, akkor kijelenthető, hogy utána ez egy teljesen szerű épület lesz, tehát a mai igényeknek megfelelő modern, külsei energetikai szempontból megfelelő épület lesz majd? Igen, ez kijelenthető. A projektben a számításaink szerint ez lesz a legenergiahatékonyabb épület. Ez a meglévő állapothoz képest kb. 45%-os energia megtakarítás jelent. Mondjuk ebből a szempontból itt ez a járás mennyire van szerencsés helyzetben, tehát országosan mondjuk a többi hivatal az, az hogy áll, vagy, vagy ők milyen épületekben üzemelnek? ők is hasonló helyzetben vannak, tehát eléggé megosztott az ingatlan állomány a kormányhivataloknál, egyaránt vannak Önkormányzatoktól átvett használatba lévő épületek, ingyenes használatban vannak a rengeteg vagyonkezelt épületünk is, hasonlóak vagyunk ebben az a országos átlaghoz, illetve a, a projekt is nagyjából mindenkét már az épületeinek a felével van készen, és mindenki ezt a 2018-as nyár dátumot, nyár közepi dátumot tűztek itt az árásokra, addigra leszünk kész mi is várhatóan. A folyamatban lévő ügyeket tehát a Fejér megyei Kormányhivatal a székesférvári járási hivatala zavartalanul intézi, mint mondják a hivatal az ügyfeleket, a jövőben is tájékoztatni fogja majd a felújításokkal kapcsolatos változásokról.